Egyiptom több tucat új régészeti felfedezést, köztük két ősi sírt mutatott be egy fáraó kori nekropoliszban a főváros Kairó mellett. Az egy éven át tartó ásatás során előkerült tárgyak mindegyike egy ősi kőkerítés alatt fekszik, és az óbirodalom 5. és 6. dinasztiájából származik nagyjából 4300 évvel ezelőttről. Az ásatás további fontos leletei közé tartoznak szobrok, amulettek és két jó állapotú szarkofág, benne két egykori előkelőség múmiájával. Az egyiptomi régészek közölték, a közelben egy ókori római város romjait is felfedezték.